A Marosszéki Közösségi Alapítvány közvitát szervezett arról, hogyan lehetne gyalogos baráttá tenni Marosvásárhely központját. A résztvevők többsége azt hangsúlyozta, hogy nem lezárni akarják a főteret, hanem megnyitni a városlakók előtt. Marosvásárhely főtere fontos közúti csomópontja a városnak, itt halad át a legtöbb autóbuszjárat és gépjármű is. A Marosszéki Közösségi Alapítvány által szervezett közvita témája a főtér gyalogosok előtti megnyitása volt. A résztvevők csoportosan egy-egy asztalhoz ültek, majd az asztalokra kihelyezett térképrészletet ötleteik szerint módosíthatták. A főtérnek a rendezése az szerepel a fenntartható mobilitási tervben, de csak egy ilyen címszó van, hogy akkor a főtér átrendezése, de hogy nincs semmi tartalma rendelve mögéje, és úgy láttuk, hogy ez lenne egy módja arról, hogy erről a témáról elkezdjünk beszélni. A teremben visszhangzottak az ötletek, volt, aki teljesen lezárná a főteret és bérelhető kerékpárokat helyezne ki, de olyanok is voltak, akik úgy gondolták, hogy parkolóházakat kell építeni a főtér körül. Én egy nagyon drasztikus megoldást javasolok, de javasoltam már évek óta. Be kell menni a föld alá a járművekkel. Itt előbb-utóbb egy két alagútra lenne szükség a főtér alatt. Ez egy kereszteződés. A közvita kezdetekor számos romániai város főterét mutatták be. Példaként hozták fel Brassót, Nagyszebent és Kolozsvárt, mint olyan városokat, amelyek központjában megtörtént a gépjárműforgalom kiszorítása.